Önfeledten játszottak a gyerekek az egyszülős központ májusi megnyitóján. A központ létrehozását az Emberi Erőforrások Minisztériuma 500 millió forinttal támogatta, sőt a családügyi államtitkár nyitotta meg. Novák Katalin pénteken Baló György vendége volt. A műsorban szóba került a kormány családokkal kapcsolatos nemzeti konzultációja. Ennek egyik kérdése így szól: egyetért-e ön azzal, hogy minden gyereknek joga van anyához és apához? Az államtitkár meg is válaszolta a kérdést. Ez mint egy olyan joggá vált az, hogy gyerekem legyen, hogy nekem legyen gyerekem, mint felnőttnek, nem a gyermeknek ahhoz, hogy szerető szülei legyenek, hogy megváltozni látszik ez a típusú logika, megfordult. Van itt valami, nem akar kimondani, mire utal? Rengeteg ilyen helyzet lehet. Mondjuk tehát az, hogy valaki azt gondolja például, hogy neki egyedülállóként joga van ahhoz, hogy neki egyedülállóként, anélkül, hogy lenne párja, enélkül neki joga van ahhoz, hogy neki gyereke legyen, és ezt a jogot vívja ki magának, az a gyermek oldaláról közelítve megfosztja őt attól, hogy neki édesanyja és édesapja legyen. Arra a kérdésre, hogy akkor ezek szerint egy egyedülálló anyának nem lehet gyereke, az államtitkár azt mondta, más az a helyzet, amikor a szülő egy házasság után marad egyedül a gyerekével. A gyerekvédelemmel foglalkozó szociológus szerint az államtitkár kijelentése diszkriminatív. Az egy nagyon súlyos gyerekjogi jogsértés, hogyha diszkriminálunk a szülők között az szerint, hogy nekik milyen státuszuk van, hogy ők egyedülállók, elváltak, özvegyek, házasok, együttélők, egyneműek, és így tovább, és így tovább, hiszen ez nyilvánvalóan nem csak ezekre a felnőttekre vonatkozik ez a minősítés, hanem nagyon súlyosan érinti a gyerekeket. Herzog Mária szerint az, hogy egy apa és egy anya házasságban él együtt, még nem garancia arra, hogy a gyereknek jó élete lesz. Ma Magyarországon legalább 300 ezer egyszülős család él, ezekben 500 ezer gyerek nevelkedik. Hogy közülük hányan jöttek világra eleve egyszülős családban, arról nincs statisztika.